engedje meg, igen, hogy én Jürg Hágyi Tamás pár szóval indoljon meg a figyelmi kérésre kapcsolatos álláspontomat. A halálos ítéletet, amelyet rám a Népi Jósági Tanács kirót, én a magam részéről igazságtalannak tartom. Indokolását nem tartom megalapozottnak, és ezért a magam részéről, bár tudom azt, hogy ellenvetésnek helye nincs, elfogadni nem tudom. Egyetlen igazom ebben a helyzetemben az a meggyőződésem, hogy előbb vagy utóbb a magyar nép és a nemzetközi munkásosztály majd felment azok alól a súlyos fázok alól, amelyeknek súlyát most nekünk kell viselni, amelynek következményeiképpen nekem életemet kell áldoznom, de amelyet nekem vállalnom kell. Úgy érzem, eljön az idő, amikor ezekben a kérdésekben nyugodtabb légkörben, világosabb látókörrel, a tények jobb ismerete alapján igazságot lehet szolgáltatni az én ügyetben is. Úgy érzem, súlyos tévedés, bírósági tévedés áldozata vagyok. Kegyelmet nem kérem. Az örök nyár elmondtam 9 éves című verset. Nagy Imre kivégzésének 400. fordulójára írtam. 1983-ban. 1984. október 1. napjaiban jelent meg. A Tantabányai újforrás 5. számában. Ez a szám. E versen kívül még két másik versenek is közölte. Október 5-én Sárospatakon Csészabó László temetésén hallottam egy irodalmi lap szerkesztőjétől, hogy bárhol verset közöttem, balhé lesz belőle. Egy héten belül arról állt a vál. A szerkesztőségből érkező információk szerint a lapot feljelentették. Mint is megtudta a lap, példányait az utcai standról, amíg volt összeszedték, a könyvtár a szabad polcáról bemutták. A magvető könyvkiadónál készülő negyedik verses kötetemet azonnal ajánlották. 1981 őszén az Írószövetség hosszú évek óta először demokratikusan és titkosan megválasztott választmányának tagja lettem. Titkári minőségemben is naponta gyűjtöttem a fekete pontokat. 1982-ben a Tisza táj a 80 éves íjést köszöntő számából Tóth Dezsői korrektúra után kivették a versemet, mert az egy mondatot emlegettem benne. Helyére az utolsó pillanatban egy rajz került. 1984. november elején a pártközpontban Agárdi Péter és Balogh Ernő több órán keresztül győzködtek, hogy a bűnös versem miatt mondjak le. Természetesen megfelelő állást találnak számomra. Nem tettem meg nekik ezt a szívességet. Az Írószövetségben minden oldalról próbáltak puhítani, de én a választmány és az elnökség ítéletét vártam. Közben érkeztek elég furcsa üzenetek. Kissé oroszos akcentussal elmondott, telefonba suttogott fenyegetések is. 1985 elején az Írószövetségbe összehívott elnökségi ülésen, ahol az elnökség nem volt hajlandó odaadni a fejemet, egy előre megbeszélt forgatókönyv szerint az elnök és a főtitkár
beadták lemondásukat. Január közepe táján megértettem, mire megy ki a játék. Mosolyogva fogadtam egyik legkedvesebb, s mindenképpen legtöbbre becsült íróbarátomat, idősebb pályatársamat, aki a megoldás tervével érkezett hozzám, tudnélik, hogy a szövetség érdekében nyugodtan lemondhatok, ha már az elnök és a főtitkár megtette ezt a lépést. A hatalom zsarolása volt abban, hogy leállították a szövetség normális működését, szinte kiéheztették a szövetséget, leálltak a külügyek. Kedves barátomnak elmondtam, hogy lemondok a titkári posztról. Még az az esély is megvan, hogy jobb elnököt, főtitkárt és titkárt találnak helyettünk. Egy-két napig Dugovics Titusnak gondoltam magam. Ugyanakkor azt is megjósoltam a beszélgetés során, hogy a két vezető maradni fog. Mert a lemondásukat nem fogadják el az illetékesek. A március 12-i választmányi ülésen lemondtam a titkári tisztről. De nem mondtam le a versről. A vers kívánságáról. Természetesen a főtitkár és az elnök maradtak posztjukon, úgymond kényszerből, de legitimitásuk a hátralévő egy esztendőben enyhén szólva is kétséges volt a választmány szemében. Kiterved versek, és kiterved gyilkosságok korában, aki verset kér tőlem, az életemet kéri. Csak nem ismeretlen költő a 20. század utolsó negyedévében. 30 éves vagy éppen, és ez alkalomból fölkeresed magad. Csodálkozva nézitek egymást, majd a nagyon ritkán találkozó kölcsönös zavarával hümmögitek, bevalljátok, egyre hidegebbek lesznek a májusok is. Aztán hangozás nélkül a lényegbe tapintasz, és szigorúan nézel magadba. Mélynek nem mondható, de egy élőnek elegendő gödörbe. A kérdés pedig csöppfölmentéssel így érkezik. Ritka találkozásaink ellenére önt, kedves én, majdnem tűrhetően ismerem. Némely dolgai azonban előttem is homályosak. Ezért érdeklődöm a harmadik X meghaladásának, túlélésének napján. Mit tett le eddig a székre? A késemet leakartam, felelem a váratlanul jövő kérdésre. Itt maradt mégis a nadrágom jobb zsebében, borotva élesre köszörülve. Aztán valóban letettem a csíkos zakómat, bal vállát egy ismeretlen szakúság alkalmazottai kitűnték csupa kelet-európai hulladékkal. Tollal, szőrrel, csipogással, vérszomjas macskanyávogással, és összehajtogatva egynapos kosztól sötétlő ingemet is ide helyeztem, mielőtt a patyolat önkétes tűzoltói csontig mostak volna. Továbbá még guruló apró pénzeket, minden ország legkisebb pénznemeit, ahol csak megfordultam, és ezt a bal kezemen könnyedén megszámolhatom, mivel azon éppen 5 új van. Legvégül pedig egy szűrén erősen hullató fogkefét. Csupa zimangóból, hóból, ködből készült habzó habbal, melyel a szó kifutó pályát félkörében körülvevő foghegyeket szerettem volna fényesre dörzsölni, fájásig fényesre csutakolni, mint a lovak nyakát farát, mint a lelki ismeretet. Foghegyről beszéltek velem ezek a sötétlő hegyek, de hittem, ők az én fogaim, feltéve, ha van némi érzékük az égbeti port metaforához. Más? Más? Nem. A borotva éles kis a nadrág zsebben maradt, a nadrág pedig rajtam. Aztán mint egy mentegetőzésképp, a súlyos kérdést feloldva, és talán a vidámság kedvéért, pedig alig ha volt okom vidámságra,
Síralmas listám a székretett holmik, karcatoknak is alig nevezhető akármik eldadogása után, ezt mondtam és lerúgtam cipőimet, a zoknit hagytam, mert lábról fázik rá az ember, rávágtam magam az ingeli zakóval párnázott székre, vigyázva, hogy a fogkefe meg az alumínium pénzeskét is elférjenek, szét ne guruljanak, még ha szövetségese is egyike a másiknak. Kivártam a pillanatot, amikor a kutya se figyelt rám, és mindkét lábamat, engedve a kényelem és az emelkedés csábításának, az asztalra föltettem, letettem. Föltettem? Vagy letettem? Ahol ültem, abból a helyzetből teljesen mindegy volt. És tökéletesen kényelmes. Bár hátborzongató is, mennyi láb férne még el ezen az asztalon? Mást nem kérdeztem. Nem is feleltem. Nem tudom, mikor találkozunk újra. Csillagos esdben, ott susog immár 30 év gyűrűjével a drága jutásba. Ezüst nyár eze, susog a homály követeinek útján, s kitünteti őket lehulló ezüst tallérokkal, érdemeik szerint él. És ha jön a gyűszítve támadó gyávasár, a rémület hókusz-fókusza, akkor eljönnek ablakod alá a szegényes alkovások vénei, ifjai, mint minden elszánt hittérítők, és beárad a dög szag a teletömött gyomor békessége, és az ígéretekkel megtelt szemek tócsafénye és fénytelen homája. Csak ha rá kéne hinned, de nem hiszed, hogy éppen ők jöttek, szöktek el a maszkavárból, hogy éppen ők azok a független kutyák, akik ideológiamentes csontokon tökéletesítik a felesleges morgást, harapást. Nem tudom még, hogyan viselem tart. A szégyent, hogy együtt néztük ugyanazt az eget, folyót, hangyafészket, hogy másképp vert a szívem. Másért pirultam el, másért szorult ökölbe a kezem, és másképp láttam ugyanazt a fát, ezüstlő éveinkkel sújtva. Súlyos emlékek alatt recsegni, rapogni, hajladozni büszkén. De ha több szégyen is társul velem, akkor is csak így mondhatom. Amíg a szem él, látni kell, fele barátaim! Lefokozott szívűeknek valami szabadítót mondani a kapuk alatt. Dörbe utcák körbefonnak bennünk. Virágos szemekkel kétségbe esik a gyermek. Lepréselt levelek albuma következetességre tanít. De a levelek már cégtáblákhoz szorulnak. Több évre nyújtott ősz következik. Kell valami szabadítót mondani a kapuk alatt, mielőtt tompá becsukják.
Három megjegyzés, egy válasz. Kodály és Íjés ünnepére. Én együtt látom őket. Egy dalban és egy mondatban. Amíg csak itt magyar van. Kiadhatatlan versben. Megvágott filmszalagon. Eldobott hangszalagon. És e század néz rájuk. Lesütött szemmel, vakon. És ha valamit hiányolnak, a hirtelen erősek, és olykor bátrak, majd figyelem őket, amikor az idő átrak vállukra is, szívük fölé. 100 tonnákat. Mégis ők bírtak a pusztai széllel, az egybeterelt nyájat körülnyaldosó csikaszokkal. Lezsugorított akolban, sötét égben is egymásnak kacsintva, hogy éppen egy okkal több, ha a milliónyi fásul végetésből jó pásztorokhoz illünk, hajnalra pontos hangon s dallon gyúrna. Sehol, a csont a csont nincs sehol. A gyilkosok se itt, se ott. Utóirat egyszer majd el kell temetni, és nekünk nem szabad feledni, a gyilkosokat néven nevezni. Új jelentés! Írja! Belügyminisztérium, Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkárság, szigorúan titkos, különösen fontos, lapjog, információs, operatív, információs jelentés. Budapest 1984. október 22. Az Új Forrás című Komárom megyei folyóirat ez év októberi számában megjelent Nagy Gáspár ismert költő Örök nyár elmúltam 9 éves című verse, mely egyértelműen Nagy Imrének az 1956-os ellenforradalom idején volt miniszterelnöknek állítani. A szerző a versben követi, hogy a testet, mely nincs sehol, egyszer majd el kell temetni, és nekünk nem szabad feledni, a gyilkosokat néven nevezni. Megjegyzés! A vers szavai ni kezdete és végződése nagybetűkkel van szerint. Intézkedés. Jelentették a BM 3x3-as csoportfőnökségnek. Új jelentés. Folytassa. Belügyminisztérium, Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkárság, szigorúan titkos, különösen fontos, napi operatív információ.
Migrációs jelentés. Budapest, 1984. október 24-e. Belső ellenséges elemek tevékenysége. A vers megjelenésének híre értelmiségi körökben gyorsan elterjedt. És a folyóiratot más megyékben is, így Bács-Kiskunban hamar szétkapották. Marxista, elkötelezett értelmiségiek egymás közötti beszélgetések során felvetik a szerkesztőbizottság és a felügyeleti szervek felelősségének kérdését. Egy szótdíjas író elkeseredetten beszélt arról, hogy az ellenzéki... Az ellenzék jut mindenben előtérbe. Ők vannak az Írószövetségben is pozícióban. Például Nagy Gáspár, az Írószövetség tisztségviselője. Havi 10 000 ért állami kocsival folytatja ellenzéki ellenséges tevékenységét. Az állambiztonsági szerv tájékoztatást adott a megyei pártbizottság illetékes vezetőinek, akik elmondták, hogy pártagoktól ők is kaptak hasonló jelzéseket. Hol tanítják a gyávaságot? Hol? És milyen iskolákban? Hogy a félelem higany naponta kúszik föl a kisdiákban. Ott van lehajtott fejében. Kérdésre szaporán bontó nyelvében. A rémült szempár lobogó lázában. Ott anyáz, nyugtalan álmában. A gyávaságot, ha számunk éri, a hitet is naponta cseréli. Az iskola sunyít és hal. Némán fél a birodalma. Miniszterhelyettesi titkárság. Szigorúan titkos, különösen fontos napi operatív információs jelentés. Budapest 1984. október 31-e. Nagy Gáspár. Nagy Gáspár. És kapcsolata. Folyamatosan élénk érdeklődéssel tárgyalják. Nevezetnek az új forrásban megjelent versét, illetve a várható következő. Nagy Gáspár maga hívja fel a versre a figyelmet, ha az őt megkereső közül valaki nem ismer. Egyidejűleg közli, hogy pont 23-án kezdődött az érdeklődés hivatalos helyre. Megelégedéssel állapítja meg, hogy a folyóirat októberi száma már nem kapható. Többeknek kijelentette, hogy nem fél a felelősségre vonástól, mert bárkivel hajlandó Nagy Imréről vitatkozni. Csak a szerkesztő követi magát. Intézkedés? Folytatjuk a bizalmas nyomozást. Tavonán úszik felé egy
biztonsági miniszter helyettesítésének. Szigorúan titkos, különösen fontos napi operatív információs jelentés. Budapest 1984. november 23. Nagy Gáspár költő baráti körében azt terjeszti, hogy az új forrásban megjelent Nagy Imréről szóló verse miatt több beszélgetést folytattak vele, amelyeket kínja megalázó jelzőkkel minősít. Felháborítónak tartja, hogy arra ösztönzik, mondja le az írószövetségben betöltött funkciójáról. Jelenlegi álláspontja szerint erre nem hajlandó. Annyi, de annyi versről kiderül, hogy csak a papírnak voltak ő ide. Éjszaka költők, kotlottak, töprengtek kiemelt órabérbe. És a futószalagról a főmeós még éjfél előtt beszerzett egy versrokkantsági bizonyítványt, legyen ez nekik ihlető bátorítás. Szürke kavicsok csikorogtak a szürke állomány agyonkínzott föveni, mintha a fiassuk éppen a lábunk alá tojta volna ezt a földnevezetű biliárdgolyót, olyan egyszerűnek látszott most a gyártási eljárás. Csak betűk és sorok egymás mellét és alá. Hittek ebben. Az életveszélyesen szorgalmas sorsvízna alkalmazottnak. Csupa holdfáradtan alvó, lehűtött verzünk mögött a légveremben. A korszak mamut tetemét voltak hivatva bizalmilag tartósítani. Olvassak át és felejtettek, akiknek emlékezniük esküd kötelesség. Még akkor is, ha a képzeles álom darazsai történelmi fullánkokkal ott röntösek a szív és a száj hatalmas odvai körül, de mézleményű illatok friss léghelye, a romlott árubűze kanyargott az odvak minden járatába. Aknákon sétálgatott, vízen járó vállalkozások izgalma alig kísértette meg a verset. Pedig lett volna miért koplalni, hinni egyetlen sorba, négy sorosba, sírfenyőre. Házak falára fakult átbetűkkel. Aki még meg nem vakult, jöhetett unalmas expedícióra. Papírtengerészeti akadémiák langyos locsogása közepette lélegzett visszafolyva lesnik a kivonulás nyílt alkalmait. Igen. Lélegzett visszafolyva lesnik a kivonulás nyílt alkalmait. De nem jött parancsszó. Nem lehetett tudni, merre is van a bizonyosnak vagy bizonytalannak egy-két nevezhető hátraarc. Így volt, biztosan így volt, biztos úr. De létezett verstanú számtalan. Befelé dobajó csöndek. Kopások. Vers. Csongrád megyei rendőrfőkapitányság 3/3-as osztály, szigorúan titkos feljegyzés, Szeged 1985. február 25. A szerkesztő fedő nevű,
az Írószövetség körüli problémákról szólva elmondta, hogy Hubai Miklós és Jovanovics lemondott, Nagy Gáspár lemondása hamarosan megtörténik. Nagy Gáspár verse miatt a párt és az állam minden kapcsolatot megszakít az Írószövetséggel. Nagy Gáspár ügyében összehívták a választmány pártagjait, és utasításba adták, hogy le kell váltani. A jelenlevők azonban ezt visszautasították, mire az illetékes kijelentette, hogy akkor a pártközpont elmegy a legvégsőkig. Megadtad, hogy ne csak egyedül legyek magam ellensége. De küldtél másokat is, hogy könnyebb legyen a küzdés. Nagyszerű pillanatod volt, amikor felismertetted vélük, ki ellen is kell összeszedni minden erejüket, és félelemben edzett gyarló bátorságot. A Belügyminisztérium Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkárság szigorúan titkos, különösen fontos napi operatív információs jelentés Budapest 1985. március 18. Folytassuk. Az Írószövetség választmányi ülése megtárgyalta Nagy Gáspár ügyét. Nevezett lemondott szövetségbeli tisztségéről, annak ellenére, hogy néhányan szót emeltek érdekében. Intézkedés. Az ellenőrzést folytatják, az információt pontosítják, kiegészítik. Új papír. Belügyminisztérium Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkárság szigorúan titkos, különösen fontos napi operatív információs jelentés Budapest 1985. március 21. Egyéb események információ. Az Írószövetség folyó 12-i választmányi ülésén Nagy Gáspár, aki lemondott titkári tisztségéről, kijelentette, hogy versének közlésével egy teljesebb történelmi igazság felderítéséhez kíván hozzájárulni. A téma nagy vitát váltott ki. A hozzászólók túlnyomó többsége a vers mondani valóját nem ítélte el. Megjelenését pusztán időszerűtlennek minősítették, illetve elismerték, hogy közzététele nem fér össze Nagy Gáspár közéleti funkciójával. Élesen bírálták, egyesek támadták az Írószövetség elnökét.
lényegében azt kifogásolták, hogy az elnök nem védi meg az írótársadalmat és az egyes írókat a politikától, mely szándékosan ellenzékbe szorítja az irodalmat. A hangulatot befolyásolt, hogy a nagy öregek, az általánosan elismert tekintélyű írók ismét távol vannak. A politika mellett felszólaló mindössze két személy mondani valója, a hírforrás véleménye szerint is túl durva, illetve apolitikus volt. Az információ megbízható, ellenőrzött intézkedés, az ellenőrzéseket folytatjuk. Új jelentés. Írja! Belügyminisztérium, Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkárság. Szigorúan titkos, különösen fontos, napi operatív információs jelentés. Budapest, 1985. március 22. Folytassa. Dr. G. András, F. dossziés személy, a tisztántúli írócsoport titkára 1985. március 29-ére meghívta Nagy Gáspár az Alföld című folyóirat szerkesztőségébe egy szűkebb körű összejövetelre, hogy ott olvassa fel az Író Szövetség választmányi ülésen elmondott beszédét. G. András és Elf barátai ugyanis nem értenek egyet a Nagy Gáspár elleni intézkedéssel. És a meghívottat úgy akarják méltatni, mint aki példamutatóan... Példamutatóan küzdött a hatalom ellen, aki elveit egy pillanatig sem adta fel. Pedig budapesti elfbarátai nem álltak ki megfelelően mellette. A rendezvényre differenciáltan hívnák meg az írócsoport tagjait és néhány velük szimpatizáns fiatalt. Az információ megbízható, ellenőrzött. Intézkedés? Jelentették a BM 3x3-as csoport főnökségének. A rendezvény operatív biztosítását megszervezik. Tájékoztatják az MSZNP Hajdú-Bihar megyei bizottságának első titkárát. Magánhasználatra sokszor elmondtam, hogy vitatkozni, beszélni sok mindenről kellene. Lehet. De a nézetek bármilyen elnyomása, még a helytelen nézetek elnyomása is következményeiben az igazság ellen irányul, mert az igazságot csak szabad és egyenjogú nézetek dialógusában lehet elérni. Azt hiszem, ezt nem adhatjuk fel. Advent első vasárnapja van. Tudjuk, hogy lesznek Pilátusok, lesznek Heródesek, lesznek csecsemőgyilkosok, lesznek Júdások. De a kisded megszületik, az igazság megszületik. Semmiképpen sem lehet eltiporni. Uram, ha verset szólna szám, két kezem elé tapasztom, csak a tenyér kérgét égeti talán, te ne halld meg hangon.
kínlódás kérehez. A végképp árvaságé. A repülni miért szól, ami az áthúzott madáré. A száj börtön udvara, fogkatonák sorfala, nyál vizes árok nyara, készül szavaim sara, uram! Te suhogod nekem, jöjjenek ketreces szavak. Nyelvem parlósával ödöm el őket. Hallgatni szavak. Vonulgatnak ezek a mai bátrak, szavalgatnak és kiabálnak. Emlékszem rájuk, 10 éve sincs még. Többségük kussolt, de most mindent akarnak a semmiusból. Bíráim voltak, megítéltek. Hogy lehetek ilyen felelőtlen? Ha szemből jöttem, másfele néztek. Ma igazolt szabadsághősök, mert már akkor bátran éltek, vatyolatosan szónokolnak pedig, de nagyon féltek. Most a legharsányabbak képzelnek minket tegnapi vaknak, amikor sehol sem mutatkoztak. Életük nyugodtan élték, ragályként hordva a hamis békét. Ez van. Elesik? Hol? Elesik? Miben? Elesni a végtelen, sima semmiben. Még bódítva süt, leszúr a nap, mint mindig októberben. Árnyékon keresztje mögé kerülök a földbe. Még napfény horzsolás a bőrön. Még talpomra zuhog a sárgott tagló. Látszom már, és játszom a képtelen keretben, hullámzok fönt, és lent, egekben, tengerekben. Már nem a miénk az óperenciás. Elhullunk majd a tányérsapkás őszben, s csak amit vérünk buzgása kiás, amit riadtan nyalnak föl az őzek, csak az a csalitos sár marad. Húzzuk magunkra, földnek! De miket fogadok, Istenem, hogy sáros karácsonyoddal szívemen is átlélegzem-e halottas élet? Az orbis gyomra zúg, ez a pokol köri ének. Hol Petrarka nincs jelen, Dante meg nyaral. Végül tilos körökből lép elénk. A dal. Most már csak a gyönyörűek, testben, lélekben se hűek. A zokogó szép nevűek, rajtam hűvös lőkezűek, életemből életűek maradnak. És gyerek Jézusokat szülnek maguknak Európa zsúfolt jászlaiba, mert tudják, amit nem tudnak a hűek, a hülyék, a nyűvek, tudják, fenyőtűk ügetnek szívem riadt hegyláncai felé. Sejtik, sorsomban sír az elbukó jelen. Méljük ezért táguló világegyetem nem tűr varratokat,
hogy szülne engem jövővé Doppler effektusok ritmikus csődjében, a tágulás csöndjében, betlehemi bölcsőjében, ott, hol angyalságom hűlt helyén megint értembőg néhány kiherélt szamár. Legelvén közben az egyetlen fényes csillagot, mely gyertyaként ég rám, vagy fénylik le rólam. Söprik a reményt fölöttem, söprik a szalmát alólam. És bár tudom, hogy nem lehet könnyedén mosolyogva, és fogcsikorgatva se lehet, de szűjön meg valaki azzá, aki voltam. Fölállni. Most. Fölállni. Hogyan? Fölállni. Boldogtalanul. Boldog. Ha kiírtad magad alól a földet, még rábillogatnak a hold márvány jelei. De életedből hová omolnak a dolgok, miket a földön nem szabad elfelejteni? Lehull a harangszó, mint a guillotine. Gurul, gurul. Meg nem tagadható, még föl sem foghatod, üzen vagy nem üzen. Ki által jön a mű? Torkodon kakasszó, mire megszólalsz? Halál előtt minden ilyen. Cipő, ruhám, verse, hazám. Minden szelep befut az út, s tevék nyomán egy kisfiú, a végtelenig még elsodor. Akinek már nincs több titka, becsuk. Amikor még hittünk egymásban. Én így szoktam emlegetni 1989-et. Persze nagy képűség lenne azt állítanom, hogy tudtam. Nem tudtam, de valahol belül az a bizonyos műszer jelzett. És aztán a 80-as évek elejétől akarva akaratlanul oda kerültek monogramjaim a diktatúra puha bársonyára. Ez volt az én évtizedem, amikor dehogy is voltam bátor, csak éppen nem mertem félni. 1988. június 16-án a fűvel gazzal benőtt 301-es parcellában elmondom azt a két verset, amely a folyóirat megjelenések botrányai után csak szamizdatban terjedhetett. Fehér ing és fehér nadrág rajtam. Fehér gyászban szavalok annak a 100-150 fős tömegnek, amelyik már nem félt, de délután még verést kapott Grósz Károly rendőreitől a Szabadságtéren. És aztán az az év, a Hitel szerkesztőivel januárban Mosó-Magyaróváron a véres sortűz apokaliptikus részleteit hallgatom egy tüntetéssel fölérő irodalmi esten. Februárban Posga Imre azt mondja a rádióban, hogy népfelkelés volt 56-ban.
és az elvtársai már nem merik levenni a fejét. 1989. Március idusa. Utoljára együtt az ellenzék. És eljön június 16, a nagy temetési nap. Nekem az volt a rehabilitációm, hogy a Magyar Írószövetség koszorúját Cseres Tibor elnökkel együtt én vihettem a mártírok koporsója elé. Annyi gyönyörű, boldog, könnyen még sohasem láttam. Aztán az ősz. A vasfüggöny darabjai értékes numizmatikai kincsek lettek, és a németek a mi segítségünkkel megnyerték ezt a hosszú harmadik világháborút. Októberben Beregszászon I. és Gyula mellszobrát avatják. A hatalmas tömegből a szovjet és az ukrán himnuszt követően kiszakad a magyar himnusz is. Könnyezve éneklik, énekeljük annyi év után. És ott énekli Magyarország hivatalos képviseletében Szűrös Mátyás is, és majd ő kiálthatja ki október 23-án a parlament erkélyéről az új magyar köztársaságot. Én nem lehetek ott, mert előző este egy erősen perforált, és csak nem végzetes vakbél kivont a forgalomból. Azt mondják, ez volt a pártállam bosszúja a vétkeimért. Novemberben már lábadozva drukkoltam a venceltéri fiúknak és a börtönből szabadult Havelnek. A téli könyvvásárra igazi ajándékként Múlik a jövőnk címmel a szép irodalmi kihozta, a szép irodalmi kiadó kihozta válogatott verseimet, melyet már nem tüntetett ki a cenzúra megkülönböztetett figyelme. Aztán micsoda karácsony jön. Ott ülünk és aggódunk, izgulunk a tévé előtt. Csodáljuk és bámuljuk a temesvári, erdélyi, bukaresti magyarokat és románokat, Tőkés Lászlót és Mircea Dinescut. Hallgatjuk a felhívásokat a rádióban, a tévében. Az egész család fölkerekedik, beülünk a rozzant trabantunkba, és az Andrássy út egyik üzletében plédeket és takarókat veszünk, és visszük át az Óbcai MDF központba, ahol hatalmas lelkesedéssel gyűjtik és szortírozzák az adományokat. A kisebbik lányunk alig volt 7 éves, ragyogó szemekkel kérdi. Ugye most boldogok vagyunk? És valóban azok. Ha most visszanézek arra az 50 éves férfira, aki akkor voltam, abban a történelmi keretben, hát bizony, elővesz az irigység. Mert csak ugyan fényes év volt. Főleg, ha utána gondolok egy kicsit, az elkövetkezőknek is. Magyar abszurd. Rendezői példány. Nálunk két vágrándítás között történelmileg úgy alakult, hogy a hóhérok, a vérbírák, a sortűz vezénők, a szadista államvédelmisek, a legfőbb ügynökök és a megzsarolt kis besúgók sem tudnak képtelenek megbocsátani áldozatoknak. Függöny! Éppen ezért csak eltemetni az áldozatokat. Már nagyon kevés. De néven nevezni a gyilkosokat, etc. Még mindig túl sok azoknak, akik függő!
Örök nyár, elmúltam 9 éves. A sír, nincs sehol. A test, nincs sehol. A csont, nincs sehol. A gyilkosok se itt, se ott. Utóirat. Egyszer majd el kell temetni, és nekünk nem szabad feledni, a gyilkosokat néven nevezni.